Nos, srácok, sziasztok! Ismételten itt egy FIFA 17 kihívással, méghozzá egy foodraftos kihívással, és most a segítségem lesz ez a sapka és a benne lévő számok. Na de nézzük is meg, hogy mit értek ez alatt. Ebből a sapkában ezek a kártyák vannak, 1-5-ig számozva, és minden egyes játékos választásnál kihúzok egy kártyát, hogyha mondjuk a 3-as kártyát húzom ki, akkor a 3. játékost választom. Tehát minden a szerencsém múlik. Na, enter with FIFA points. Please wait while we complete your transaction. Itt vannak a felállások, és már itt is választani fogunk. És kihúzom mondjuk őt. Ez egy 2-es, gyerekek, ez egy 2-es, szóval 3-4-1-2-be fogunk játszani, hát nem a legjobb. Na de jöjjön a csapatkapitány, közben itt keverem a kártyáimat. Nézzük, ki lehet. Legyen Ibra. Ibrával még nem játszottam ebbe a játékba, kérlek, legyen a 3-as. Kérlek, 3-as legyél. Kérlek, 3-as legyél. Ha, halljátok, ez hihetetlen egyszerűen. 3-as kihúzom, gyerekek. Hogy láthatjátok, nem is látok bele innen a sapkába, és kihúzom a 3-as. Szóval nem más a csapatkapitányunk, mint Zlatan fucking Ibrahimovic. Na nézzük meg, kit dobsz be. Hát, Lukaku lenne a legjobb, a 4-es. Az már egy másik kérdés, hogy őt kihúzzuk-e. Legyél te. Szanyas, 1-es. Diego Costa. Ő is olyan rossz, mint ő is. CAM. Nézzük, milyen opcióink lesznek. Oscar lenne a legjobb egyessel, mert akkor még összhang is lenne. Nézzük meg, hogy szerencsénk lesz-e. 4-es. 4-est húzunk. Ez egy Kagawa. Jobb szélsőnk. Hát itt tök mindegy, mit húzok. Itt egyből kihúzom a 2-est. Ez a McLary gyerek lesz az. Na nézzük bal szélsőbe, kiket dob be. Sterling lenne a legjobb az egyessel, de igazából még Arne Utovic is jó összhang, mert meg Wijnaldum is. Szóval valamelyikük legyen, csak a 2-es meg a 3-as ne húzzam ki. És a 2-est húzzam ki. Konopjánka. Egyik középpályásunk... Thiago. Legyen Thiago 3-assal. Ez hanyas. 2-es. 2-es Gerrard. Másik középpályásunk, nézzük is meg. Mutasd. Fabregas lenne a legjobb. Nem tudom, hogy meg fog-e adatni nekünk. Legyél te. 1-es, Fabregas, ennyi. Ennyi, gyerekek. Egyik középhátvéd a 3-ból, nézzük meg. Tőzsmán be. Na. Hát itt tök mindegy. Random kiúzom ezt. Ez egy 5-ös. Skulaci. Hú, de gyors vagy, haver. Közben itt kavargatjuk azért a dolgokat. Van Dijk lenne a legjobb a 2-essel, de ne legyünk tehetetlenek. 5-ös. 5-öst húztam, srácok. Carico. Harmadik és egyben utolsó középhátvéd. Nézzük meg, ki lesz, hogyha még betöltene ma. Köszönöm szépen. Semmi jó. Semmi jó, tök mindegy. Gyere, te. Szanyas. 5-ös. Hilton. Na nézzük meg kapusban, kit kapunk. És melyik? Hát nem is tudom, ki lenne jobb. Már azt tudom, hogy van itt összhang. 5-ös kártya, Schmeichel. Végül is azt kell, hogy mondjam, hogy örülünk neki. Na, a kispadot is feltöltöttem a sapkából játékosokkal, de őket úgyse használtam, tehát teljesen fölösleges. Viszont még a menedzser előttünk áll. Nézzük meg, az azért tud javítani az összhangon, és egy ilyen összhangon nem ártana javítani, fogalmazzunk így. Hogyha még betölti ma, nézzük meg, milyen menedzsereket kapunk. Hát, talán az a Pardev lenne jó. 5-ös, és pár devet kapjuk meg. Na, királyság, nézzük meg akkor, hogy ez a csapat milyen besorolást kap ebbe a játékba végül is. 55-ös összhang, 82-es rating. Nem a legjobb. Na de akkor keressük is meg az első ellenfelünket, én a mondó vagyok. Nézzük meg, milyen csapattal kell szembeszállnunk. 83-as rating, 100-as összhang, ott van De Bruyne, elő Rémi, Rooney és Firmino. Ez egy teljesen egy Barclay Premier League csapat, egy angol első osztály. Ójaj! 9. percben már vezetést szerez. Jó, Ibra, azaz mennyi Ibra? Lőni kell onnan, lövés! Kipattan, az meg szögi? Nem még szöglet se. Oh my god! Jó, elbóckodta.
az még jó is lehet Kostának. Menjél Kosta, menjél Kosta. Hosszú. Ott van, egyenlítünk, gyerek, akkor a 25. percben óriási zsugát kapott Diego Costa, és nem hibázunk vele. Mustafi nem tudta arrébb rakni, ugye Costa az azért szökik a málna, rendesen, és be is fejezte maga biztosan, egy-egy királyság. Ibra, Ibra, Ibra baszki, és kiír a kapus. Hát ezt nem hiszem el egyszerűen, teljesen káosz van itt a passzolgatásnál. És ellenfél ezt, nézd meg hova passzolja vissza a 9-es játékos. Még ha oda nyomtam volna. Istenem, 2-1. És itt is van az első félidő vége, kétszer lőttünk kapura és 100%-ig pontosak voltunk. Ellenfélünk kétszer annyiszer lőtt kapura, de viszont ugyanannyiszor volt csak pontos. Micsoda gondolatmenet volt ez. Egy góllal vezet, lehet kapni fogunk még egyet, lehet, hogy mi is rugunk, teljesen kétesélyes mérkőzés. Hűha, az azért csúnya. De figyeld meg, csak sárgát ad, vagy még az se, nem azért sárgát ad, de az a minimum azért így felrúgni Ibrát, ez egy picit túlzás szerintem. Nézzétek meg, labdához közese volt. Úristen, szegény Ibra, úgy anyaka. Az nagyon nagy, Costa? És mellé, nem emlékszem el. Egy méteren múlott az egyenlítés. Úgy van, megtartod, ügyes, középre, az nem is rossz. Ott van még Konopjánk. Ez mi volt, öcsém? Na ez mi volt? Ibra. És védi a kapus. Costa! Costa, kérlek! Ott van! Costa a meccs hőse. Megint kiegyenlít. 1-0 után 1-1-ezik, 2-1 után pedig 2-2-re hozza fel ezt a mérkőzést. Diego Costa egy állat. Ez ne, szopas, jól van, persze, Istenem. Kinek passzolod? Istenem, bazd meg. Hihetetlen egyszerűen. Hihetetlen, persze. Gratulálok, ez meg nagyon szép gól volt. Ibra! Jó, 4-3 legalább, hála Istennek, így csak egy gól a különbség. Végre Ibra is villan, már nagyon ideje volt, hogy ő is villanjon, itt elveszti, de elrontják a paszt, visszaszerzi Ibra meg onnan, nem hibázik értelemszerűen. Jó, menjél főnök! Ibra, lőni kell! Középre! Az is középre. Itt is a mérkőzés vége, csak nevetni tudok egyszerűen ez a meccsen. Szerintem jobb voltam, de mindegy igazából. Érdekes, hogy Ibra lett a meccs embere, míg Costa csak 9,2-es ratinget kapott, ahhoz képest, hogy hiszem Costa itt tépte a prímet, de mindegy, mondjuk Ibra 2 asszisztot osztott, szóval az azért nyom alatban rendesen. Hát 9 lövésünk volt, 7 talált kaput ellenfőnk, meg 6-szor talált kaput, igazából nincsen nagy különbség, mégis ő nyert. Na nézzük meg, milyen csomagokat kapunk úgy, hogy még az első meccset se tudtuk megnyerni. Wow, 2 gold pack és egy premium silver player spec, hát akkor nyissuk is ki őket, kezdve ezzel. Nem várok csodát egyszerűen, tehát 2 gold packtől. Na te mi vagy? Hú, Ibra lett volna, mert svéd, az durva lett volna. Jó, hát Ibra nyilván nem ő ezüst, de értitek? Hát ez megy a levesbe. Na utasd. Norrer játékos, Fletcher, nem, Griffiths. Vajon rare játékos kapunk, ez itt a kérdés, nem kapunk. Hát nem kapunk rare játékost, egy Borinit kapunk. Na srácok, örültem, hogy itt voltatok velem és megnéztétek ezt a videót is. Remélem, hogy tetszett nektek, annak ellenére, hogy már az első meccsen kikaptunk, de amúgy szerintem egy nagyon élvezhető mérkőzés volt. Hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok a videóra, és a következő videóban találkozunk. Én Dazis voltam. Csecse!